Szoktam mondani, hogy milyen unalmas lenne a nézőknek, hogyha kijönnének, és 10 elvezet az ete, 20 elvezet az ete, és akkor mindig csak úgy simán nyerünk. De viccet félretéve, tehát nyilván azért az ellenfél is mindig hoz valami érdekes taktikai húzást, vagy szépen mondjuk a meccselei dobóforma nem rakja rendben még az önbizalmakat. Gondolok itt most a taktikai húzásra. Kaposvár esetében volt egy olyan, hogy három magassal játszottak viszonylag hosszan. Ugye a Hendenroli és a Ivosev egyszerre a pályán, aztán egyszer csak levették a Rolit, vagy eleve úgy kezdtek, hogy Roli nélkül, és utána mikor fölkerült, kifog kicsit, kifog nagyot, mindent váltanak onnantól hirtelen, a 2-2 védés teljesen más, máshogy kell olvasni. És akkor ebbe vannak egymás meg nem értések, külső szemlélőnek egy-két látványos eladott labda, ami abból fakad, hogy azt gondolnánk, hogy ott lesz a helyzet, de nem ott lesz. És utána szépen ezt az kis zavart átvészelve, utána fölveszünk a saját ritmusunkat, és akkor amikor tényleg jó védekezésből tudunk jó ritmussal gyorsan támadni, az az igazi mi játékunk, és szerintem mind a két meccsen erre kellett várni egy kicsit. Abszolút. Paks azért más típusú csapat, mint az említettek. Én azt mondom, hogy így évvégére valamennyivel összeszedettebbek, mint voltak. Hasonló stílusban játszanak, mint mi. Elég sok gyors indítással, sok korai vállalással, korai dobással. Ugye az itthoni meccsünk is egy eléggé sok pontot adó mérkőzés volt. Konkrétan azt hiszem 200 fölött, ugye, mert 105-96 volt. Otthon szerintem ugyanígy nekünk fognak esni, főleg azért, mert ugye nekik még élesebb a tét. Mi ugye a hatodik helyért küzdünk, ők viszont do or die hangulatban, ha tudnak nyerni, akkor ugye sikerül a játszás, ha nem, akkor valószínűleg nem, mert azért azt nem hiszem, hogy várja valaki a megtizedelt Szegedtől, hogy a Kaposvárt elkapja otthon, bár nyilván ők is meg fogják próbálni. Alapvetően szerintem nekünk magunkkal fel kell foglalkozni, tehát itt azért már a nyakunkon a rájátszás, és azért a rájátszásban szokták mondani, hogy bármi megtörténhet, nem bebújva emögé a sztereotípia mögé, de valóban így van, és hogy ha erre készülünk, és egy falkot vagy egy albát el szeretnénk kapni, akkor akár ezt az ASA mérkőzést is lehet arra használni, hogy hogyan kell idegenben nyerni. Mert az ASA van azon a szinten, hogy ha őket meg tudjuk verni idegenben, akkor lélektanilag tudunk úgy kezdeni egy rájátszás idegenbeli meccset is, hogy legyen esélyünk nyerni. Az eredmények alapján azt mondanánk, ugye, hogy az Alba, mert nyertünk ellenük egy hazai meccset, bár akkor ők azért elég sok sérülten jöttek el, illetve volt egy edzőmérkőzés, amit idegenben sikerült ott megnyerni, de ott meg benne van a nevében ugye az edzőmérkőzés. Falkot nem sikerült legyőzni, de szerintem tudunk velük játszani. Tehát ott is nem mondhatnám, hogy túlzottan erősek centerben, és azért ott tudunk nagy előnyt kicsikarni abból, hogy nekünk van egy nagyon domináns centerünk. Míg az Alba kifejezetten erős centerben, ők ugye inkább a fizikális kosárlabdát játsszák, évről évre ugye Zonics mesternek a játékképe hasonló. Nehéz előre megmondani, tehát kicsit talán rapszódikusabb az Alba, ott könnyebben látom azt, hogy egy-egy nagyon rossz napot kifognak. A Falkonál talán állandóbb az, hogy ők sokan le is írják, hogy az egyik legjobban támadó csapat. Szerintem ez nagyjából fedi a valóságot, viszont ebben mi sem vagyunk annyira gyengék. Úgyhogy ott is, hogy ha Falkó, akkor szerintem igazi nézőcsemege lehet, főleg a hagyományok miatt is. Ha abba, akkor meg talán ezt a rapszódikus hullámzó teljesítményt ezt meg lehetne lovagolni, és elcsorni a pályáelőnyt.
Alapvetően minden jellegű feladatra úgy készülök, mint máskor, tehát minden meccset nagyon várok. Amióta ugye a James megérkezett, a rotációban annyit változtattunk, hogy nagyjából ugye az első negyed vége fele szoktam pályára kerülni, és ahogy mondod, mondjuk pont a védekezéssel lehet ritmust fogni, és el is osztjuk egymás között a terheket, tehát a Diontától se várhatjuk, hogy egész meccsen szaladgáljon az egyes posztosokkal. Most hál' Istennek mondhatom, hogy tényleg vagyok én is úgy fizikailag, hogy néhány meccsen kimentem én is akár egész pályázni. Hát fizikális csatákra számítok, mert ugye mind a kettő csapatban teli vannak. Ugye, jó korban és jó karban lévő amerikai játékosokkal. Úgyhogy várom a kihívásokat. Nagyon jól érzem magam Egerszegen, és ugye úgy egyeztünk meg tavaly a csapattal, hogy amennyiben a mindkét fél elégedett, és ezt igazából egyszerűsítettük is egy kis záradék formájában, akkor folytatódik a szerződés. Mivel ennek a kritériumnak megfeleltünk, ezért élő szerződésem a jövőre.